Dübörög a politika, vasárnap választott Magyarország, de azért arról sem szabad megfelejtkezni, hogy eközben Budapesten tavaszi fesztivál zajlik, nagyon rangos koncertekkel, színházi előadásokkal, itt már több művész volt a vendégünk a stúdióban. Ma pedig Rónaszéki Tamás hegedű művész szül itt, aki a budapesti vonósok tagja, és ami ugye nagyon fontos, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa is. Én is puskázom közben, mert mondta, hogy ön is hozott puskát. Április 16-án, 19 óra 30-kor az Uránia dísztermében kamarazenei koncertre kerül sor, természetesen a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Felcsendülnek Liszt kamarazenekari átiratok, lengyel polonéz, lesz egy szimfonietta, lesz cselzene szerzőműve. Hogy jött össze ez az egész koncert? Ennek az egész koncertnek a budapesti vonósokkal azt a címet adtuk, hogy Visegrádi Kvartett. Mert a négy ország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Lengyelország szerzői alkotják ennek a műsornak a gerincét. Önök válogatták össze? Mi válogattuk össze. És akkor így ajánlották a fesztiválnak a koncertet. Hogy legyen valami koncepció, legyen valami különleges ötlet. És eredetileg Pilc János koncertmesterünk játszotta volna Wieniawski Ádur polonézét, de sajnálatos módon neki egy baleset következtében most be van gipszelve a keze, úgyhogy nem tud hegedülni. Helyett Olá Vilmos, a rádiózenekar friss Liszt-díjas hegedűművésze fogja vezetni a zenekart is, a budapesti vonósokat. És ősbemutatóra is sor kerül. Így van. Az ősbemutató az olyan... Elnézést. Most mondták, hogy nem vette fel a húha. Akkor kezdjük? Nem. Élő. Elnézést. Köszönöm szépen. Tudom. Remélem eddig is hallatszott. Azért hallatszott. Igen. Tehát ősbemutató olyan szempontból, mert Olga Krupová, a szlovák származású, Németországban élő zeneszerző hölgy, aki egyébként jelenlétével is megtiszteli a tavaszi fesztivált és a koncertünket. Ő írta ezt a szimfoniettát, amikor itt tanult Magyarországon Soproni Józsefnél a Zeneakadémián. Tehát akkor mindenkinek van azért magyar kötődése. Van kötődés, is. Így van. És igaz, hogy részben elhangzott már 25 évvel ezelőtt Magyarországon, de nem a teljes mű. Tehát a Más zenekar bemutatásában, előadásában, és teljes terjedelmében most fogjuk Magyarországon előadni. Hát azért, hogyha a MÁV szimfonikusok, amelyik egy nagy zenekar előadta, és itt vonós négyesről beszélünk, ugyanaz fog elhangzani? Nem vonós négyes, vonós zenekar, a budapesti vonósok, és hát nyilván a MÁV zenekarnak is a vonós része interpretálta annak idején ezt a darabot. Egyébként Olga Krupovával beszéltem éppen tegnap telefonon, Németországban fölhívtam, és elmondta, hogy milyen óriási nagy élmény volt itt tanulni a Soproni Józsefnél. Egyáltalán a magyarországi élményei hatalmasak voltak, és nagyon-nagyon szerette tanárát. Ez a szimfonietta igazából az első két tétel az inkább klasszikusnak mondható, és aztán a harmadik tételben derül ki az igazi tehát modernsége. Tehát akkor tulajdonképpen ez az egész koncert közérthető, emészthető, abszolút, polonézzel, Liszttel. Abszolút. Ugye Lisztnek két rapszódiáját adjuk elő Wolf Péter földolgozásában. Ugye eredetileg ezek zongoradarabok. És Wolf Péter volt az, aki nagyon sok rapszódiát vonós zenekarra átírt. És itt a második és a hatodik magyar rapszódia. Így van, ezek mind a kettő nagyon népszerű. Nagyon népszerű. Igen. És a Wieniawski polonéze, az Wieniawski két ilyen rendkívül virtuóz és csodálatos darabot írt, már polonéz címmel, és hát Olá Vilmos mondom, egészen kiváló abszolút emészthető művész, koncert lesz, tehát akkor április 16-án fél nyolckor mindenkit várnak. Nagy szeretettel várjuk. Van még jegy? Még úgy tudom, hogy kapható jegy, korlátozott számban. Még annyit hadd mondjak el, hogy a Szuk Szerenád, az egy egészen különlegesen szép, romantikus mű. József Szuk Dvorzsáknak volt a veje.
és fiatal hát korában... Képviseli a cseheket. Ő képviseli a cseheket, így van. Az ő unokájával, aki szintén József Szuk, hegedű művész, még kb. 30 évvel ezelőtt játszottunk is, a Vivaldi négy évszakot, és ővele játszottuk először ezt a szerenádot. Mindig emlegette a nagypapát, illetve emlegette a déd nagypapát, aki tulajdonképpen dorozsák volt, és a mennyasszonyának írta egészen fiatalon ezt a szerenádot. Gyönyörű. No, hát a budapesti vonósok azért tudhatóan vonzódnak a dallamos, igazán dallamos művekhez, hiszen Fertődön ők honosították meg, ha jól emlékszem, 1995-ben a Haydn Fesztivált. Így van, ez a mi ötletünk volt. Sőt, részben nekik köszönhetjük, hogy felújították a Fertődi kastélyt, mert azt mondták, hogy ismét a zenét hozzák ide, és akkor... Hát akkor ugye az egész világból kezdtek ide jönni zenerajongók, és nyilván nem akarták, hogy a romos állapotok közé jöjjenek. Így van. Tehát a Fertődi kastélynak a zenei élete akkor eléggé gyér volt, mondhatni. És hát a budapesti vonósok ötlete ugye, hogy... volt, hogy ott rendezzünk minden évben egy fesztivált, és egy kicsikét akkor így fölkarolván a zene minőségét, és egyáltalán Haydn munkásságát, mert az valami elképesztően gyönyörű és gazdag, hogy ezt mutassuk meg a világnak. És valóban utána kezdődött el egy egészen nagy nemzetközi kiterjedésű fesztivál, sorozat, ami végül is azóta is tart. És ez mit jelent? Mennyi ideig tart? Mikor? Hát most már sokféle fesztivál van tulajdonképpen egybe Fertődön egész nyáron, de még ősszel is. Tehát most már vannak vonos négyes fesztiválok, különböző oratórikus fesztiválok. Tehát a legkülönbözőbb együttesek bele kapcsolódnak ebbe a fesztiválba. Most évek óta mi is így a budapesti vonosokkal próbálunk, a mi fesztiválunk általában egyhetes, próbálunk különböző tematikákat belevinni ebbe a Fertődi Fesztiválba. Az idén például részfúvósok lesznek, de volt már olyan, hogy ének a kastélyban, volt már olyan, hogy vonósok, fafúvósok, szóval, hogy valamilyen konkrét zenei csoporthoz kötődnek. És a budapesti tavaszi fesztiválra nem akarnak hozni hány műveket? Mert ez, amit hát most nem hoztunk, most de remélhetőleg de... majd a jövőben erre is sor kerül, mert Haydn egy egészen csodálatos szerző. Szóval az ember akkor döbben rá, amikor foglalkozik vele. Tehát persze hallgatni is csodálatos, de mindig úgy vagyok vele, és ezt sokszor tapasztalom, és sokszor rá döbbenek, hogy amikor játszunk valamilyen szerzőnek műveit, de mondom, ez Haydnnál különösen így van, valami olyan csodálatos titkok tárulnak föl az ember előtt, és egy olyan mélység és gazdagság, amit az ember el se tud képzelni. És ugyanez lesz Liszttel, és ugyanez lesz a cseh és a lengyel, illetve a szlovák. Ez így van, mert mindegyik a maga nemében egészen gazdag és különlegesen szép muzsika. És hogy ajánlaná ezt a koncertet azoknak, akik még el akarnak menni, illetve hát... Azt mondja, hogy korlátozott számban van jegy, akik még jegyhez jutnak. Hát én azt tudom mondani, hogy akik, hogy mondjam, a szívüket simogatni szeretnék, azok április 16-án 7:30-kor jöjjenek el az Uránia, a Nemzeti Filmszínházba, a budapesti vonósok koncertjére, aminek most mondom, tehát a koncertmestere Pilc János, de a hangversenyen Olá Vilmos lesz a koncertmester, Botvai Károly a művészeti vezetőnk, és biztos vagyok benne, hogy felfrissülve, lelkileg, megújulva fog kijönni a koncertről. Balázs Elemértől már megkérdeztem ebben a stúdióban, de pontosan nem tudott rá válaszolni, hogy milyen az akusztika itt az Uránia mozi dísztermében. Önök tudják már? Játszottunk már. Az az igazság, az akusztika nem igazán jó, de mindig egy picit meg szokták segíteni, egy kis felerősítéssel. Viszont a környezet gyönyörű. Gyönyörű a környezet egész. Tehát oda egyszerre érdemes már bemenni. És pont nemrégiben voltam egy díjkiosztó ünnepségen jelen, és nagyon-nagyon szépen meg tudják csinálni, igazán minőségi hangon,
hogy egy kicsikét hangfalakkal és erősítővel rásegítenek a akkor érdemes, hangzásra. Tényleg érdemes elmenni, egy gyönyörű környezetben. Tényleg érdemes, mert olyan így, a hangzás. Így van, tehát azt tudják pótolni mesterségesen. De ez mondom, ez abszolút nem zavaró, hanem ez inkább pozitíve hozzáad az élményhez. Igen, mert az ember azért nem tudja, hogy egy moziban... Igen, hát azért ott sok koncert van, és nem véletlenül. Igen, hát Rost Andreájék is ott fognak énekelni, úgyhogy ez azért azt mutatja, hogy ez egy bevett helyszín lehet. És akkor már tudja, hogy jövőre is részt vesznek a Budapesti Tavaszi Fesztiválon a vonószenekarral. Vannak tervek, így van. Erről most még nem szeretnék beszélni, de nagyon pedig bízok benne. Pedig azt hittem, hogy most nekünk elárulja. Nem. Ez legyen meglepetés. No. Akkor meglepetés jövőre, idén viszont április 16-án 19 óra 30 perckor az Uránia mozi dísztermében a budapesti vonósok várják mindazokat, akik szeretik a polonészt, szeretnének egy nagyon szép szimfoniettát hallgatni, és főleg két Liszt rapszódiát. És a rapszódiákat. Rónak Téki Tamás volt a vendégünk, hegedűművész, a budapesti vonósok tagja, és a Liszt Ferenc Zene Művészeti Egyetem adjunktusa. Köszönöm, hogy kedvet csinált nézőinknek. Köszönöm. Ezzel szépen mai műsorunk véget ért. Holnap is lesz Pirkadat, holnap reggel Brajer Péter várja önöket. Köszönöm eddigi figyelmüket, viszontlátásra.